Örömmel köszöntöm itt Mikulás Pekszát, a tolmácsunk Klanicai Anna, és Dajs Tamás valamilyen formában csatlakozott. És akkor igazából azzal kezdeném, hogy Mikulás, arra kérlek, hogy mutatkozz be, és egy kicsit beszélj nekünk arról, hogy mi az a kalózpárt, hiszen a kutyapárt egy kicsit úgy tűnik, hogy közelebb fog most kerülni a kalózpárthoz. First of all, thanks very much for invitation and the introduction. I'm happy to be in Budapest. I'm actually an MEP elected for the Czech Pirate Party, but also chairperson of the European Pirate Party. Én egyrészt a Cseh Kalózpártnak az Európai Parlamenti képviselője vagyok, de ezzel együtt az Európai Kalózok Kalózpártnak az elnöke is vagyok. And the Pirates are a party that is fighting in Czechia and all across the Europe for the freedom and the civil rights. A Cseh Kalózpárt, ami Európában, Csehországban és Európa szerte küzd a szabadságjogokért. And the legalization of cannabis was for a long time our common topic. So that's why I'm here, to celebrate it and to remind it and speak about how we have progressed. A cannabis legalizációja mindig is egy fontos témánk volt, ezért is vagyok ma itt, hogy erről beszéljünk, ezt ünnepeljük és megvitassuk, hogy hogyan állunk ezzel az üggyel. And besides working on the legalization, I'm actually a set MEP, studied originally biophysics, and I'm colleague of our beloved Tamás Dodge, who sits together with me in the Committee for Budgetary Control. És a legalizációért folytatott küzdelem mellett parlamenti képviselő vagyok, de emellett van egy PhD-m biofizikából, és Tamás kollégámmal együtt ülök a Költségvetési Felügyeleti Tanácsban az Európai Parlamentben. So, hi Tamás, great to see you again. Úgyhogy szia Tamás, örülök, hogy újra találkozhatunk. Nagyon köszönjük a bemutatkozást, és én arra kérném Mikulást, hogy Mikulás, kérlek, mondd el, hogy ugye ti az Európai Parlamentben kezdeményeztetek, hogy legyen egy olyan csoport, ami a cannabis használattal foglalkozik, és ezt Európa szerte népszerűsíti, hogy legyen legalizálva a marihuánának a használata személyes használatra, és akár orvosi használatra is. Tudnál erről egy kicsit mesélni, hogy pontosan mit csináltok? That's actually very true, because we have set a cross-partisan group with members of the parliament coming from, let's say, all the political parties, from the total left to the right-wingers, like colleagues of from ECR, where Mr. Deutsch and his friends are going to join. So we really have a broad support, and this is for first time in this election term when we were able to set up a group for talking, at least, or working on legalization for recreational use, because before that it was absolute taboo. It was not possible to talk about it in the European Parliament. Valóban ez igaz, egy sok párti támogatást élvező csoportot hoztunk létre, ami egészen, tehát nagyon sok politikai párt a szélső baltól a szélső jobbig, például az európai konzervatívoktól is van olyan támogató ebbe a csoportba, ez az a pártcsalád, ahova majd Deutsch úr és a barátai is csatlakozni szeretnének a következő választás után. Tehát nagyon széles támogatást élvez ez a kezdeményezés, és ez az első olyan csoport, ahol végre beszélhetünk a marihuána rekreációs használatáról, ami korábban tabunak számított. Because this is really cross-partisan issue. Everybody should be entitled to use it without restrictions. Mert ez tényleg egy olyan egyetemes ügy, olyan kérdés, amiben mindenkinek egyet kell értenie, hogy korlátozások nélkül lehessen személyes használattal használni ezt a szert. Ez megérdemel szerintem egy tapsot, egy támogató tapsot. Köszönjük szépen! És akkor Mikulás, arra azt kérdezném tőletek, hogy egyáltalán mit tud az Európai Unió ebben az ügyben tenni, hiszen a tagállamok maguk szabályozzák ezt a kérdést. It's true that it's actually regulated on the member state level, and you can look on, we have in the middle flyers where there is map showing which member states have already legalized cannabis. On the other hand, it's complicated, because the European legal framework prevents legalization in the member states, and we always have to find some workarounds
to make it happen, to make it possible. Valóban igaz, jelenleg tagállami szinten van a szabályozás. Az középen az asztalon találhatok flyereket, amin van egy térkép, ahol jelölve van, hogy melyek azok a tagállamok, ahol már legalizálták a marihuánát. Ugyanakkor ez egy nagyon komplex, összetett kérdés. Az európai jogrend, vagy keretrendben igazából lehetőség van arra, hogy a legalizációt bevezessék a tagállamok, és azért küzdünk, hogy ezt a lehető legtöbb tagállamban megtörténhessen. That's why, for example, in Germany they have legalized, but in order to use it, you actually have to be a member of special cannabis club. Például Németországban már legalizálták, ugyanakkor ahhoz, hogy valaki ezt ténylegesen legálisan használhassa, egy bizonyos különböző csoportnak kell, hogy tagja legyen az illető. And we are working in the European Parliament to change the laws so that this stupid bureaucracy would be eventually abolished. És azért dolgozunk az Európai Parlamentben, hogy ez a bürokratikus akadályrendszer, ami ezt lehetővé teszi, az megszűnjön. Tehát amiről a Mikulás beszélt, az ugye azt jelenti, hogy egyfajta ilyen szövetség vagy egyesületbe kell belépni ahhoz, hogy valaki Németországban maghoz vagy növényhez jusson. Ez a social club típusú szabályozás, tehát így lehet hozzájutni a fogyasztásra szánt marihuánához. És igazából én most azt kérdezném, Mikulás, hogy és mi a helyzet Csehországban? Hogyan haladtok a legalizálás útján? We are members of the government in Czechia, and actually the most of the government supports our effort to legalize cannabis fully. The current situation is that it's decriminalized up to, let's say, 5 plants. But there are still many problems occurring. Én Csehországban, a cseh kormánynak a tagja vagyok, és ott többségben támogatja a kormány amúgy azt a kezdeményezésünket, hogy egy legalizációs reformot bevezessünk. Jelenleg dekriminalizálva van a marihuána használat, tehát 5 növényig engedélyezett a tulajdonlás. So, for example, where there was a guy who was running a magazine informing about various cannabinoids, he was sentenced for propagating toxicomania for prison. Ugyanakkor volt például egy ember, aki egy magazinban cikkeket írt, és a kannabinoidoknak a használatáról, illetve a hatásairól, akit végül aztán börtönbüntetésre ítéltek a toxicomania népszerűsítése miatt. But we as pirates, we believe that that is a great qualification, so we actually appointed him to anti-drug commission in the city council of Prague. Ugyanakkor aztán végül azt gondoltuk, hogy az a munka, amit ő végez, az nagyon fontos, úgyhogy őt jelöltük aztán a prágai közgyűlésnek az anti-kábítószer csoportjának az élére. Ez... Nagyon jó, akkor ez egy sikeres akció volt. This was a successful action then. Mm-hmm. És akkor én kérdezném Dajcs Tamástól is, hogy hogyan halad Magyarország a legalizálás útján. Ennyi? Hát ugye Magyarországon ez az elterelés az, amivel így ki lehet váltani, hogy az ember ne kerüljön börtönbe marihuánának a bizonyos mennyiségű birtoklása miatt. Sokan azzal védekeznek, hogy ez már egy ilyen jó megoldás lett. A kutyapárt azt szeretné, hogy ez se legyen, de így Mikulást kérem meg, hogy mesélj arról, hogy szerinted például egy ilyen eltereléses megoldás, az miért nem megoldás a marihuána esetében? I think it's stupid. Szerintem ez hülyeség. I mean, like, no plant is illegal and should be illegal. But I'm a bit afraid that Tamás will not tell you anymore because I know him from the committee and he is very strong in expressing his opinions that there is no corruption in Hungary whatsoever and nobody has ever stolen anything in this country. But I haven't ever any time heard him talking about anything like a legalization of cannabis. Tehát egyrészt szerintem ez azért hülyeség, mert nem kéne semmilyen szankciónak követni azt, hogyha valakit birtoklással elkapnak. De még azt is szeretném mondani, hogy csodálkozom, hogy Tamás nem mond ennél többet, mert amúgy a bizottságban, ahol együtt ülünk, ott mindig nagyon hangos és nagyon is kiáll például az ellen, hogy amellett, hogy nincs korrupció Magyarországon, itt senki sem lop, úgyhogy nem is értem, hogy miért nem hallunk tőle soha semmilyen mondatot a legalizációval kapcsolatban.
Na, de most nagyon jó, hogy valamilyen formában mégis tudod hozzánk csatlakozni. Az a kérdésem, Mikulás, hogy mi ennek a társadalmi fogadtatása Csehországban, tehát mennyire nyitottak a csehek arra, hogy legalizálva legyen a marihuána nálatok? Well, it's very positive. The most of the population supports it. The problem is that the current parliament is dominated by the conservatives who restrict it despite like the popular support is just like a flawed electoral systems that keep these people in power. Hát pozitív egyrészt a fogadtatása ennek az ügynek, ugyanakkor a cseh kormány az konzervatív többséggel bír, úgyhogy még azért, tehát hogy a köztámogatás az valamilyen szinten megvan, de még mindig a konzervatív többséget szavazzák be a parlamentbe. Ugye a Million Marijuana March az erre is hivatott, vagy erre is jött létre, hogy felhívjuk a figyelmet erre a problémára, és a kutyapárt azt szeretné, hogy a kendert, meg a kendernövényeket általában kevesebb démonizáló történettel, hazugsággal illessék Magyarországon is, és Mikulás, te is meséltél olyan történetet, amikor butaságokat terjesztettek a kendernövényekről. Mesélj egy kicsit, hogy van ez Csehországban. I would say it precisely follows the same path. I would maybe even mention Canada. I mean, Canada legalized fully. If you look at the official statistics, there is no increase in the consumption. Just the amount of money that are being earned through taxes from cannabis is growing higher, whereas the amount of money that are being earned by the dealers or the smugglers is decreasing. So I would say, great job, Canadians. This is the way to go, because if you make it illegal, you just like avoid the control of the state over the issue. Whereas if you make it under the control or legal, it's way better for controlling also the impacts. Nálunk is hasonló, de érdemes megnézni Kanada példáját. Kanada példáját, ahol ugye már teljesen legalizálták a marihuána használatot, ott az derült ki a statisztikákból, hogy semennyivel sem növekedett a fogyasztók száma. Sőt, az is látszik a statisztikákból, hogy a marihuána kereskedelemből származó adók mértéke nagyban, vagy adók bevételek mértéke nagyban nőtt, illetve nagyban csökkent az a pénz, ami korábban a dílerek és a csempészek zsebébe érkezett. Tehát mindenképpen az derül ki, hogy azzal, hogyha betiltjuk, hogyha illegálisra tesszük, azzal igazából az állami kontroll alól ugyan teljesen kivonjuk az egész ügyletet, míg a legalizálás az sokkal inkább tudja befolyásolni és kontrollálni az egész szerhasználatnak a hatásait is. Egy kicsit beszéljünk az orvosi felhasználásról is. A kutyapárt azt is szeretné, hogy ennek a vizsgálata induljon meg Magyarországon, hogy az orvosi marihuána használat azt tegyük lehetővé. És erről 2019-ben adott ki is egy véleményt az Európai Parlament, hogy ezt a tagállamok vizsgálják meg. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban az EU-ban most? Hol tartunk, illetve hol tart ebben Csehország? It is possible, although not perfect. I mean, general problem of European legal framework is that all the substances that are considered to be addictive are way restrictive. So whatever it is, cannabinoid, ketamine, whatever, should it have any positive impact, you're not allowed to research it, you are not allowed to prescribe it, you are not allowed to use it without a tremendous amount of bureaucracy. What should be done is that we generally uptake the principle of harm reduction so that we approach the substances according to their real impact and allow the people who seriously need to treat their mental issues with proper solutions for their problems. Lehetséges Csehországban is, ugyanakkor nem tökéletes sajnos a helyzet, mert az európai jogrend igazából előírja azt, hogy minden olyan kábítószer, olyan anyag, aminek addiktív tulajdonságai vannak, az, mint például a kannabinoidok vagy a ketamin származékok, azoknak a kutatása, felírása, használata nagyon sok bürokratikus akadállyal van akadály gördül elé, tehát hogy nagyon nehézkes ez a folyamat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, mert a szankcionálás helyett inkább a
A kárcsökkentésre kéne fókuszálnunk, és sokkal hatékonyabban eljárnunk azért, hogy azok az emberek, akiknek tényleg egészségügyi szempontból segítséget tudna ez nyújtani, és szükségük lenne rá, azok hozzá tudjanak jutni. Hát igen, most megint Dajs Tamáshoz fordulnék, hogy Tamás, nem látod annak lehetőségét, hogy legalább azok számára, akik tényleg mentális egészségügyi problémák kapcsán használnák a marihuánát, hát számukra azért lehetővé tehetnénk ezt, nem? Mit gondolsz, Tamás? Ennyi? Így van. Mikulás, igazából azzal zárnám itt, hogy akkor most mi a jövő a csehek számára, mikor várhatjuk, hogy Csehországban legalizálják a marihuánát? We just have one single problem, and that's one small minority, one small conservative party that blocks us from making it happen. But we will convince them, and it will happen. Csak egy problémánk van, egy akadály van már csak ezelőtt, egy kicsi konzervatív párt, de őket is meg fogjuk győzni, és ezért sikerülni fog. Köszönjük szépen Mikulásnak, hogy itt volt. Ez itt a Million Marihuana March. Ne felejtsétek, hogy a kétfarkú kutya párt az egyetlen párt, ami konzisztensen, konzekvensen kiáll a marihuana legalizálása mellett Magyarországon. Úgyhogy ha tudtok ránk gondolni, ennek kapcsán június 9-én akkor önkormányzati és európai parlamenti szavazáson is várjuk a támogatásotokat. És nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és a koncertek pedig itt nézek Ádámra, hogy 4 órától kezdődnek? 3. Tehát 1/2 órán belül indul a zene. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek a vitánkra, és akkor 1/2 óra múlva indul a buli. Thank you very much for inviting me, and I hope we work together since July on the topic of legalization in whole Europe in the European Parliament. Thanks. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lettem, és köszönöm Mariettának is, és remélem, hogy júliustól kezdve együtt dolgozhatunk majd az Európai Parlamentben a legalizáció ügyén. És köszönjük Tamásnak is, hogy itt volt. And thank you.